A legnagyobb csoda egy család életében az, hogyha gyermek születik. Az viszont egyáltalán nem mindegy, hogy mindez milyen körülmények között történik. Stábunkkal ellátogattunk a Fejér megyei Szent György Kórház szülészeti osztályára, hogy megmutassuk, hogy milyen utat járnak be azok a kismamák, akik ezt az intézményt választják szülésük helyszínéül. Tartsanak velünk, azt hiszem érdemes lesz. A járványhelyzet miatt most egy kicsit másképp működik a kórház szülészeti osztálya. Látogatni nem lehet, az apukák és hozzátartozók itt a portánál adhatják le, amit beszeretnének küldeni a kismamának, és itt kell várakozni akkor is, amikor hazaviszik a kisbabát és az édesanyját. Feleségére és legkisebb, immáron negyedik gyermekére várakozik ez az apuka is éppen. Mivel császáros volt a feleségem, ezért magára a szülés, vagy a műtét nem engedtek be, nem abban a helyiségben, ahol mosdatják, befületik ugye először a gyerkőcöt, oda beengedtek, ott az aranyórát ki tudtam használni, mert a sorra rakták, és amíg a feleségem külön tolták, hogy közel addig nálam lehetett, utána viszont el le kellett jönni. Miklósék közben hazaindultak, mi pedig Hagymási László főorvos vezetésével felkerekedtünk, hogy bejárjuk Magyarország egyik legkorszerűbb családközpontú szülészetét. A családközpontú szülészet teljes mértékben működik osztályunkon. Az elmúlt évben nagyon szépen felújításra került a szülőszobataktusunk és a gyermekágya szobák. Gyakorlat volt nálunk, hogy a szülésre felkészülő programokon belül bemutattuk a szülőszobákat, az intézményünket, az kismamáknak, a pároknak. Lehetőség volt, hogy minden szerdai napon nyitott volt a szülőszoba, és jöhetett bárki. Most a Covid-pandémia miatt ez elmarad, és így nagyon sokan nem tudják, hogy most mi is van és mi történt. Ezért tartjuk fontosnak más módon a tájékoztatást a várandósok fele. De azt is tapasztaljuk, hogy az elmúlt évben fokozott, és az érdeklődés a szülészeti osztályunk iránt emelkedik a szülésszám. Gondolom, hogy köszönhető annak is, hogy Magyarországon is emelkedik a szülészszám a családbarát törvényeknek megfelelő eredményeképpen, de a szülőszobánknak a szép átalakítására én is nagyon sokan más megyékből, akár Budapestről is kérnek engedélyt arra, hogy nálunk szülhessenek. És mindig fölteszik a kérdés, hogy hát hogy is történik itt a szülés, megtudjuk, hogy hogyan kell bejönni, hogyan lehet együtt lenni a párjával, és ezeket nyilván, hogy nem tudjuk személyesen elmondani, tehát szerencsés, hogyha valamilyen online módon esetleg tudunk tájékoztatást adni. Itt vagyunk az első emeleten, itt van az első emeleten a szülőszobai taktus, és ugye itt helyezkedik el a gyermekágya szobánk, az ilyen rooming ide szobákkal, az újszülöttek és az édesanyák folyamatosan egy szülés után együtt lehetnek, és már megérkezett a télapó is. Meghozta a fenyőfát szülőnöknek és a dolgozóknak. És akkor bemutatom Bognár Beátát vezető szülészőt, aki be fogja mutatni a szülőszobán a szülőnöknek, hogy a további sorsa fel történik. Amikor megérkezik egy édesanyja a szülőszobára, akkor az első a vizsgálatok közül, amit elvégzünk, hogy egy ilyen baby Doppler kézi készülékkel szívhangot hallgatunk a hasfalon keresztül. Ezt követően fogunk bemenni a felvételi szobába, ahol felvesszük őt adminisztratív, és egy felvételi vizsgálat történik az ő állapotáról. Követően bekísérjük ebbe a helyiségbe az édesanyákat, addig az apukákként várakoznak, körülbelül egy negyed óra, 20 perc az az időtartam, amit külön kell tölteniük. Ugye a felvételi eljárás során rengeteg adminisztráció van, át kell nézni a várandós gondozás során elkészült vizsgálatokat, ultrahangvizsgálatot, laborvizsgálatokat. Ezeket mind kronológiai sorrendben az ügyeletes kollégák rögzítik, és amikor az adminisztrációval készen vannak, akkor az édesanya átöltözik. Választhat, hogy kórházi hálóinget, vagy egy saját kényelmes otthoni hálóinget, pamutruhát vesz fel a vajudásra. A lényeg, hogy ő komfortosan érezze magát ez idő alatt. Mikor van tele egy szülőszoba? Ez nagyon változó, frontok esetén jelentősen megnő a napi létszám. Átlagban 8-10 szülés van naponta.
De ettől sokkal több kismama érkezik, hiszen nem mindenki szül meg, hanem van, hogy bizonyos patológiás állapotokat obszerválnunk kell. Ez lehet egy koraszülés, egy magas vérnyomásos állapot, terhességi diabétesszel kapcsolatos állapotromlás, nem mozog a baba, a méhen belüli állapotvizsgálatoknál történik valami eltérés, és föl kell vennünk megfigyelésre a kismamákat. Ezért nagyon gyakran sokkal több kismama van, mint a napi szülés létszám, hiszen a szervezetünk harmadik progresszivitási fokon működik, és nem csak a városból, a megyéből, hanem területen kívül is végzünk koraszülött ellátást, és hát nagyon nagy a betegforgalmunk. Ebben a kis helyiségben zárjuk el a kismamák ruháit, táskáit, és mindenkit kérünk, hogy a lehető legpraktikusabban csomagoljon, a szülőszobára csak azt visszük be, amire ott szükség van. És itt megmutatnám ezt a kis nyomtatványunkat. A Mi kerüljön a táskában című írományunk valamennyi területi védőnőhöz kikerül, és meg is kapják a kismamák, és ez alapján észszerűen lehet csomagolni. Nem szerencsés, ha valaki három nagy bőröndel érkezik, mert elég szűk ez a kis raktár 10-15 kismamának, és nincs is rá szükség a három nap alatt, ami kórházban tartózkodik. Ez az összeállított lista kórházi védőnök, szülésznők által teljesen logikusan, észszerűen ez alapján be tudnak pakolni a kismamák, hogy mit kell hozniuk. Megfigyelő obszervációs szobánkban vagyunk, ahol több kismamát tudunk egyszerre megfigyelni. Azokat az édesanyákat helyezzük el, akik meg nincsenek aktív vajudási stádiumban, és mivel nekünk 5 darab egyágyas szülőszobánk van, mérlegelni kell szakmai szempontok alapján, egy prioritást fel kell állítanunk, hogy ki az, aki belátható időn belül szülni fog, és mindenképpen szülőszobán a helye, és ki az, akit koraszülés miatt kell tokolizálni, megfigyelni, illetve magas vérnyomás miatt kell vérnyomást csökkenteni, vagy egyszerűen csak panasz miatt megfigyeljük őt, de még nincsen a vajudás aktív szakaszában. Nagyon jó hangulatban itt el szoktak beszélgetni, mindaddig, amíg az édesapa is majd bejöhet, és a vajudásnak egy olyan szakaszába lépnek, hogy már szülőszobára kísérhetjük őket. Ide kerülnek már, akik... Így van, akiknek már dinamikus fájásai vannak, és aktív vajudásban van, ezeket a szülőpárokat bekísérjük egy szülőszobára. 5 darab egyágyas szülőszobánk van, és amire nagyon büszkék vagyunk, hogy a Családbarát pályázat lehetőséget adott, hogy egy 5. szülőszobát, amiben most vagyunk, az úgynevezett családi szülőszobát is kialakíthassuk, és amennyiben majd a járványhelyzeten túl leszünk, ide nem csak egy hozzátartozó, hanem akár több hozzátartozó is bejöhet majd, és jelen lehet a szülésnél. A szülőszobák felszereltsége hasonló, mindegyikben ez az 5 pozícióban állítható szülőágy található meg, a magzat monitorizálásához szükséges CTG-készülék. Igyekszünk a gyengéd születés feltételeit biztosítani, halljátok, hogy halk zene szól, ingerszegény környezetben tudnak a kismamák vajudni egymástól elszaparáltan, és amiben nagy szerencsénk volt a pályázat során, hogy mindegyik szülőszobai boxhoz egy saját vizes blokkot tudtunk kialakítani, ahol a víz jótékony hatását a zuhanyzás során többször is ki tudják használni. Vajudó medence ebben a családi szülőszobában van, amit nagyon kedvelnek a kismamák, hiszen a víznek egy olyan ellazító, relaxáló, fájdalomcsillapító hatása van, ami elviselhetővé teszi a vajudás nehéz időszakát. Azt fontos tudni a kismamáknak, hogy első szülésnél 10-12 óra, a második szülésnél 6-8 óra a vajudás időtartama, és ezt az időszakot ebben a boxban töltik. Most nekik is ötletesnek kell lenniük, hogy milyen testhelyzetben próbálják ezt az időt eltölteni. Nem kell feküdniük, mi szorgalmazzuk, hogy aktívan vajudjanak, sétálgassanak. Az segíti a vajudást? Az segíti, így van, a vertikális függőleges testhelyzet. A gravitáció révén hozzájárul, hogy könnyebben tudjon tágulni a kismama, és a kisbabának a buksia belülről segíti a mészáj tágulását. Fitball labdával tudják még ezt a pozíciót felvenni, illetve függőleges testhelyzetben biztatjuk őket, hogy a párjukra támaszkodva, ilyen finom ringató mozgásokat végezve, mintha táncolnának. Szoktunk is viccelődni, hogy utoljára lehet, hogy az esküvőjükön táncoltak, de most megtáncoltatjuk őket.
és ezzel is nagyon kellemesen elviselhetővé lehet tenni a fájásokat. És hát minden kismama nagyon érdeklődik a Vajudó-medence iránt, ami egy hihetetlen nagy előny jelenlegi családbarát ellátásban. Ebben a szülőkádban többször beleülhet a vajudás során, ahogy ő érzi. Tehát mindenképpen egy belső késztetésre kell figyelni, hogy neki mi a jó. Mert van, akinek felajánlom többfajta pozíciót, és mégis úgy érzi, hogy ő szeretne lepihenni. Tehát ezeket váltogatni kell, a sétát, a víz relaxáló hatását, a pihenést, hiszen ez a 10-12 óra függőleges testhelyzetben borzasztó, fárasztó. Tehát semmiképpen nem kell, hogy leterheljék magukat, csak akkor, hogyha ez jól esik. Tehát egy belső figyelésre, egy ráhangolódásra van szükség a házaspárnak, hogy figyeljék azt az igényt, amit a magzat az anyán keresztül diktál, és ezt a tempót vegyék föl, semmiképpen ne sürgessék az eseményeket, ki kell várni ezt a 10-12 órát, amíg a magzat megszületik, és világra szeretne jönni. Reggel 7-re jöttünk, és azóta itt vagyunk. És most már mennyire érzi? Hányadik gyermek lesz? Második. Második, akkor már azért van tapasztalat. Hát az első ugyanilyen volt, hogy indításra jöttünk, mert túlléptük az időt, úgyhogy most is így jöttünk. Indítani kellett, és akkor várjuk a csodát. Bocsánat. Hát igazából biztonságban érzem magam. Tehát bejön az ember, és nem érzi azt, hogy egy kórházban lenne. Tehát nyugalom van, szép a környezet, kényelmes az ágy. Teljesen jó. És kit várunk most? Kisfiú, kislány? Kislány. Elhatárolni, mi lesz a neve? Zoé. Próbálom támogatni a feleségemet egyértelműen. Nem vagyok az a stresszelős típus igazából, úgyhogy a feszültséget elég jól tudom kezelni. De természetesen amennyire lehet a feleségem mellett állok, hisz egy férfinek, meg egy férjnek ez a dolga, úgy gondolom. Izgalmakkal teli mondhatom azt, hogy ne legyen semmilyen komplikáció, meg igazából ilyesmi. Tehát, hogy ezt így megfogalmazni azért egy kicsit nehéz, hogy egy mondatba leírni az, mit ér ez az ember, de hát izgalom és izgatottság. A szobában nem csak a vajudás, hanem a szülés, és a szülést követő 2 óra is történik. Nagy hangsúlyt fektetünk a korai anya-gyermek kapcsolatra. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy amikor megszületik az újszülött, egyből az édesanyja mellkasára tegyük, hogy a bőr-bőrhöz kontaktus, a szemkontaktus, rögtön az édesanyja szemébe néz az újszülött. Ez egy annyira szenzitív, érzékeny periódusa a családdá válás folyamatának, ami meghatározó minden család életében, nem csak az újszülöttnek, hanem a családoknak is, hiszen ezekben a szobákban születnek meg az addig házaspárok, családdá alakulnak, és ez számunkra is mindig egy megható pillanat. Ha esetleg császármetszésre kerül sor, akkor nem az édesanyja, hanem az apuka mellkasára tesszük az újszülötteket. Császármetszés esetén is az előkészület egy ilyen szülőszobán történik, és amikor feláll a műtéti tím, az előkészületekre készen vagyunk, akkor bekísérjük a szülészeti műtőbe. Az édesapának a jelenlegi járványhelyzet alatt nincs lehetősége a műtőben jelen lenni, de a műtét után megkapja a babát, és ezt a szőr-bőr kontaktust, amit korábban az anyával élnek át, spontán szülés esetén, ezt az apukával. Ez azért nagyon fontos, mert a babának az első védőoltása ez, hogy valamelyik szülő mellkasára kerül, hiszen ahogy nyalogatja a bőrt, próbál szopómozgást végezni, felszed olyan jótékony baktériumokat a szülők bőréről, ami aztán az ő saját flórája is lesz, és majd megvédi őt a különböző betegségektől. A császármetszés előszobája, ahol tulajdonképpen az újszülött ellátása zajlik a császármetszés kiemelését követően, itt történik az elsődleges vizsgálata, ahol a neonatológus megvizsgálja, hogy minden rendben van-e, és úgynevezett Apgar értékek alapján értékeli az ő állapotát 1, 5 és 10 perces életkorban.
akkor megfigyelik a bőrszínét, a légzését, a szívműködést, az izomtónust, reflexingerlékenységet, és ezekből a státuszokból dől el, hogy a kisbaba mennyire jól alkalmazkodik az új környezethez, mehet-e az édesapa mellkasára, vagy esetleg további megfigyelésre van szükség. Ebben az évben el fogjuk érni a 3000-es szülésszámot, hogyha a jelenlegi tendencia szerint zajlanak a szülések, és ennek körülbelül 38%-a lesz császármetszés, ami egy országos átlagban nagyon jó aránynak mondható, hiszen mi a harmadik progresszivitási szint miatt kóros patológiás terhességeket látunk el, koraszüléseket látunk el, és ezek evidens, hogy császármetszéssel fejeződnek be, és ez a szám országos átlagban jónak mondható. Az édesapák jelen lehetnek a vajudás során, ide a műtőbe már nem jöhetnek be, nem kísérhetik be az anyukákat, az apás öltözőben, egy számukra kialakított öltözőben várják a nagy eseményt, hogy mikor szól nekik a szülésznő, hogy megvan a kisgyermeke, és jöhet, és mellkasára teheti. Így biztosítjuk a korai apa és gyermek kapcsolatot császármetszés esetén. 96%-ban együtt szülések zajlanak, és igénybe is veszik az apukák ezt a szőrbőr kontaktust. Nagyon szeretik, és nagyon megható pillanatok ezek az ő számukra is. Született pár perce? Igen, pár perce, 5-10 perce. Első baba? Második. Második. Igen. És milyen így fogni elsőre? Hát az elsőt, meg a másodikat. Jó érzés. Jó érzés. Jó érzés tudni, hogy itt van köztünk. Jó érzés. Nincsenek rá szavak. Számomra. Hogy hívják? Zoltán. Zoltánnak hívják. Nagyon hamar megszületett. Mennyi időbe telt? 38 hetes volt a feleségem, kis kétnapos most. És hát a mentőbe szerintem már beindult a szülés, mert a mentőbe, mentő hozta be. És mire én beértem, addigra már itt volt. Hát, addigra már igen. Hát az első gyermekünk is, a Sára nevű. Ő is 12 perc alatt megszületett, ahogy beértünk. Tehát nem meglepő, hogy ő is úgy jött, mint egy gyorsvonat. Igen, reméljük, minden rendben van anyával is. Vele még nem találkoztam, még nem. És most fognak? Nagyon remélem, igen. Bemegyünk. Mit fogadja a kis szemeit? Bemegyünk anyához. Semmi baj. Kimenni, ahol a kórházi védőnő minden egyes megszült édesanyának a korai anyagyermek kapcsolatot segítve szoptatást támogató tanácsokat ad, és ezt a tanácsadást Bali Marian védőnőtől fogjátok hallani. Hogyha a csecsemők 6 hónapos korukig kizárólag anyatejet kapnak. Ezt a legkönnyebben, egyszerűbben a szoptatással tudják biztosítani anyukát az ő számukra, és az igény szerinti már a helyezés szoptatást javasoljuk, ami azt jelenti, hogy akkor, amikor a baba szeretné, akkor már lekerülhet. Ez a babák ilyen apró éhségjelekkel mutatják nekünk, hogy copizni szeretnének, keresnek a fejecskéjüket, tátogatnak szájukat, cuppognak, nyelvet öltögetnek, a kezükkel nagyon öklöznek, a szájukhoz veszik, és azt szívogatják, nyalogatják. Ezek az apró jelek mind arra utalnak, hogy a babák szopizni szeretnének. Ilyenkor sokkal könnyebb őket mellettetni, mint egy síró állapotot megvárni a kisbabánál. Az első 24 órában ez a keresés az általában kicsit kevesebbszer fordul elő, 4-6 alkalom is elegendő lehet a babáknak a szopizásból, mert hogy ilyenkor még kipihenik a megszületés fáradalmait, többet pihennek.
Na, amint kipihenték magukat, onnantól kezdve a babák nagyon megélénkülnek, és nagyon gyakran szeretnének nára kerülni. Anya úgy érezheti, hogy semmi másra nincs ideje, csak egész nap szoptatni kell. Ha ezt tapasztalják, akkor ne ijedjenek meg, minden a legnagyobb rendben van. A kisbabák ugyanis ösztönösen arra törekszenek, hogy ővelük az történjen, ami a számukra lehető legjobb dolog. És ez nem más nekik, mint a szopizás. Ez a legörömtelibb, legmegnyugtatóbb, legbiztonságosabb érzés a szopizhatat, úgyhogy ők azt szeretnék, hogy ez legyen velük a lehető legtöbbször. Hogy ez minél könnyebben megvalósulhasson, a kisbabát ezt mindig oldalfordítva tartsák, füle, válla, csípője a babának egy vonalban legyen, és az orra lehetőleg a mellgimbóval legyen egy magasságban. És ahogy a baba elveszi a mellett, egy kicsit hátrahagyja, megemeli a fejét, az álla a mellkasától eltávolodik, nem pedig közeledik. Ez azért fontos, mert így tudják ezt a helyes jó már helyezést a legkönnyebben kivitelezni a kisbabáknál. Hát itt van az újszülött osztályon, éppen Kis Dávid Renáta kolléganőnk is, a Fehérvár Televízió szerkesztő műsorvezetője, aki a hét elején adott életet két gyönyörű kisbabának, ugyanis ikrei születtek. Úgyhogy most meglátogatjuk őt, és egy kis ajándékot is viszünk neki. Reméljük, hogy sikerült különleges perceket szerezni önöknek ezzel az összeállítással. Tartsanak velünk legközelebb, és találkozunk két hét múlva. A viszontlátásra!